Üdvözlőnöket! Ismétem! Utána halatok! Mi is van? Mi is történik? Az történik, éppenséggel nagyban sétálok, kint a határban, közben edzem az agyamat, a szememet is felleszem, próbálok minél távolabb látni, de ami olyan nem akar összejönni, bepróbálok egy pontra fókuszálni, és ez helyett megfájdult a szemem, fájnak a szemeim, mind-mind távoktatásnak köszönhető, meg annak a korlátozásoknak nem lehet annyit mozogni, mint amennyit kellene, nincs meg a napi 3 óra hosszú séta, inkább a havise, már kb. Egy hónapja nem sétáltam 3 óra hosszát. Ne, komoly következményei lehetnek. Teljesen leépülhet a szervezet. És hogyha leépül valami tüdőkapacitás, egyéb más, minden más már nagyobb veszélynek van kitéve a vírusnak. A vírusnak ez ennyit. És mostan tovább sétálok. És már ma meg fog lenni a 2 óra hossza. Közben meg addig meg az ilyen témák fognak lenni. Tud közben ki fogom gondolni. Nem pedig előre megtervezett videókat fogtok hallgatni. Most ez az alapvideó. Most azt lássátok, ha nézitek majd. De az a fontosság, hogy gyalogolok. Sétálok. A napi szükségleteket elvégeztem. És így. Szóval időmben nem virtuális világban nézegetem a szemeimet. Most így megkímélem, de nem sokáig. 2 óra hossza után ez is be lesz fejezve. Kéten leszek a virtuális világot megint látni, nézni. Egyszerűen ezzel nem, már nem lehet tenni. Egyre csak jobban kivantok rá szoktatva. Zajlik annak rengeteg minden fog maga után. Ez olyasmi, hogy nem, egyszerűen nem tudjátok észrevenni azt, hogy mit is művel veletek? 10-20 év alatt, 30, szépen lassan tesz tönkre azokat, akik ezt nézegetnek. Hát, nem olyan, mintha isztok alkoholt, mindenki egy pár óra után hatása van neki, vagy kicsikét vesztek, vízipipáztok, heroinosztok vagy kokainosztok egy idő alatt, és olyan gyorsan is száll neki a hatása. Szóval ez hosszú távon teszi tönkre az agyat, nem csak az agyat, hanem a szervezetet, leépíti a szemet, ugyanígy megromlik a szem által az agykapacitás is romlik, akkor ne beszélve az izomzatról, ami az is odézik, ha nincs meg a napi szokása, 3 óra hosszás séta, komolyan feledik le az izomzat. Ez amit lehet tenni, nem ilyen
internetes odalak helyett, vagy ilyen újabb tévé helyett, ilyen vacak telefonok, újabb csúcsmodell telefonok helyett, ilyen iPhone-ok, ilyen Samsungok. Samsung azok a horgászok voltak valamikor. Velem az maradt meg, hogy a horgászok. Nem úgy hívják a telefonokat, hogy Samsung Fishing Mobil. Mind-mind. Jól van, károsít, mint amennyi hasznot ad. És helyette kellett volna venni egy szababiciklit legalább. És akkor napi szinten van nehéz. Milyen nehéz időszak, és van nehéz időszak. Megfogni és tekerni fel. Lehet állítani rajta a nehézségi szintet, és akkor ebben lehet kompenzálni a valamire a sétálást, más nem annyira fölüléseket kell végezni, fekvőtámaszokat, egyéb mást. Ez nékünk van mostan, de jobban tágulnak szét a izomzat. A jobban. Komolyabb következmény is lehetnek. Hogy ez a újabban a divat? Az eszközök. Felsége egy telefon, meg ilyen sportkamera. Attól függően ki mire használja. Mobiltelefont átlagban. Ma figyelni szoktam régebben. Régebben. Egy-két évvel ezelőtt. Mit is csinálnak? Nagyban játszanak rajta. Játsszák a virtuális játékokat. Lássák. Kapnak eredményeket, élnek el vele. Aztán itt semmire sem bírnak felhasználni. Most használni, vagy nem használni. Itt van ez a szó is. Véletlenül ismétlődött mostan. Amikor iparkodok, minél kívánatosabban magyar szókincset előadni. Vagy egy szóval. Sokká a virtuális öröm teli pillanatokból kapsz eredményeket, semmire sem fogod pénzre váltani. Nem fogod váltani a hasznodra. Csak az egészséged teszét tönkre. Ugyanúgy, mint a filmek, sorozatok, a streamek, egyéb más nézegetése. Mind-mind ez is ilyen hatalmi szervetnek a művei. Amit leművelnek. Ez a vírus is, ez a karatén, hogy az, aki nagyon rájuk hallgat, nem mozog eleget, nem edzi magát, az van a legnagyobb valószínűségben elkapja ezt a víruskát. Arra is lehet kimeljuthatni. A valóságban mindennek megvan a hátránya. A valóságban csinálsz, ami jót, ugyanannyi rosszat is van maga után. Most szóval, van ez a karatén. Jó van, be van tartva. Itt csináljon, elviszi a házi munkákat. Lustálkodik. Fekszik, leül, és nézze a virtuális világot. És mi történik? Teljes mértékben az egyének leépül a szervezete. Egyszerűen leépül. Megroncsa az agyát. Átmossa. Virtuálisan. Mackok. Én az az igazság, és sajnálni tudom azokat, akik a nagyobb szórakozásuk a filmek, sorozatok, meg ilyen játék streamek nézegetése. Mind-mind komoly agyi hibában vannak.
agyhibásak. Ez így van a valóságban. Itt főleg ahol. Járok valak. Történik. Meg. És mit lehet tenni ez ellen? Hát, ez ellen nagyon semmit sem lehet tenni. Lehet, ha van akarat erőd. Akarni kell azt, hogy nem vesző ilyen ördögféle találmányokat, mobiltelefonokat, laptopokat, asztali számítógépeket, tabletot, iPhone-okat, egyéb más vaszkerakat. Helyette vettél volna egy futószalagot, az nem annyira jó, inkább egy szobabiciklit, vagy ilyen csukló, amivel lehet edzeni, ilyen kézfogót, egyéb más. Hát de, nem. Itt van ez a táj is. Látni. Mivé is vált az a hely. Mik maradtak meg, mik nem. Régebben szállások voltak. És hol tűntek? Egyszerűen eltűntek. Mik maradtak? Sima föllek. Szántó föllek. Most itt ez a rövidke 12 perc alatt. Mi is volt szó? Arról volt szó, hogy itt ez a karatén féleség. Nincs meg a napi szintű mozgás. Határ, csak a virtuális világ nézegetése szemben. Ami tönkre teszi az agyat, leépíti a szervezetet. Egyéb más agyi következményeket okozhat, okozik is. Simán. Most kezdte ez a virtuális világban fog élést, mert nagyon az oktatás felé megy. Az kb. 30, nál inkább úgy mondom 40-50 évet fog megélni. Rövid életük lesz. Ha nekünk ez jó. Ehhez értenek. Így akarják lenni az életüket. Akkor hát legyen. Ez most számít az énekem. És akkor ismét köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!